műsort, hogy nagyon sok levelet kaptunk, valószínűleg ez már unalmas. Mondjuk azt, hogy nem kevés e-mail érkezett a szerkesztőségbe. Jó, és legalább ennyire unalmas, de ezt újra és újra el kell mondani, hogy ez egy szórakoztató műsor. Mi nem akarunk semmi más, nem akarunk fajsúlyos politikai műsorá válni, csak nevetni és nevettetni. Nagyon kevés negatív visszajelzés érkezett és érkezik a szerkesztőségbe, mégis el kell mondjam azon nézőink számára, akik valamiféle aljas, alantas összeesküvés sejtenek e műsor mögött, amely összeesküvés egyébként nem létezik, hogy bármennyire is furcsa, de amióta ez a műsor fennáll, azóta sem a Fidesz, sem az MSZP, sem a Kisgazdapárt, sem bármelyik egyéb párt sem tiltakozott ellenünk. Ezt az ajtót nem szokták miniszterek berúgni, bennünket nem szokott felhívni sem Türmer Gyula, sem Csurka István, és a parlamentben sem szoktak bizottságokat felállítani a heti hetes visel dolgainak kivizsgálása érdekében, pont azért, mert ők tudják, hogy mi csak szórakoztatni akarunk. Egy végig dolgozott, vagy akár végig nem dolgozott hét után szeretnénk önöknek egy kis vidámságot adni. Azon kedves nézőink számára viszont, akik megváltoztathatatlan véleményüket abban élik meg, hogy ez egy ilyen összeesküvés, azt tudnánk ajánlani, amit Vágó Pista mondogat mindig az ő műsorában. Kérjük a bennünket nem szerető kedves nézőinket, hogy nyomják meg a gombot. Most! Minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, megy, kasszár, hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez most, hogy így már egymás között vagyunk... Bocs, én értettem, hogy mit mondtál, csak olyan hangon mondtad el, hogy többen most mentőjé fognak telefonálni. Nem is a tartalom miatt abszoltak, hanem hogy ilyen hanggal végig tudta mondani. A műsort nem is fogom, úgyhogy lehet beosztani a szerepeket. Ezt már elmondtam felvétel előtt, hogy ez tea, memeleg, ez gyógyszer. A gyógyszernek van egy mellékhatás, hogy álmosodom tőle, ez kávé. És akkor majd így felváltva. De olyan vagy, mint az egyszeri rendőr, aki tud, van egy üres pohár előtte, meg egy vizes. Hogy választhat, ha akar inni, akkor a vizesből iszik, ha nem az üres. Azt mondja meg, Lacikám, fertőz ez? Fogalmam sincs, én csak kinyitottam azt a levelet. Azt Ha jövő héten nem jövök, akkor fertőzött. Jó van. Laci, az, hogy beteg vagy, rendben van. De hogy egy fekete zakó alá hogy tudtad fölvenni a jamaikai futballválogatott mezét, azt hallassam. Tudtam, hogy beszélni nem tudok, legalább ez nyújtson élmény nektek. De téged öltöztetnek, vagy hazúról, vagy ilyen? Nem. Egy kedves nézőnk Tinnyéről írt nekünk, illetve onnan ajánlott a figyelmünkbe, hogy a tinnyei polgármester dr. Bak Ferenc milyen hathatós intézkedést hozott a prostitúció visszaszorítása érdekében. 2001 évi 9-es számú önkormányzati rendelet a Tinnye község közigazgatási területén nyilvánosan folytatott prostitúcióról. A második paragrafus így szól. Nyilvános prostitúció... Ja, mindegy, olvastam. Mert nekem odaadták, hogy igen, én, de bocsánat, olvastam. Így szól, ne haragudj. Ne haragudj. Tessék csak. Ne haragudj. Így szól. Kárvölgyi János. Nyilvános prostitúciót követel az a személy is, aki az évszakhoz képest kihívő ruhában az út mellett áll. Kicsi úszár. Álljál fel, léci. De te a kedvemért. Álljál fel. Te már kurva lettél itt. Álljál fel, na a kedvemért. Henrik, én tényleg a barátságunk miatt fölállok. Egy dolgot mondok. Ha a végén nem mondasz poént, hazamegyek. Ezt komolyan mondom. Ezt tényleg. Na most önök... Ha a férfiasságomba köt bele, vége van akkor is. Na most képzeljek el az imit Tinnyén egy kilométer kő mellett. Na most János. A te nagyon visszafogott, decens és komoly művészhez méltó öltözetet képest. Ezt is megéltünk, hogy nyalsz a Gálvölgyinek törnyhez. Olvasd fel még egyszer? De igen. Jövő. Hú, most pakoltam el, de mindjárt meg. Nyilvános prostitúciót követel az a személy is,
aki az évszakhoz képest kihívó ruhában az út mellett áll. Nem értem, hogy akkor megkérdezik valakit, hogy te kulva vagy, azt mondja, igen, de csak nyáron. Hát, vagy mi az kihívó, hogy... Hát nem kihívó, például barna bőrmellény, világos kék, NDK inkhez. És hogyha a Mikulás kimegy nyáron, akkor az is kurva. És hozzá egy főerdésznek a levetett zakója. Önök között van orvos? Különös tekintettel Vér Andrásra, hogy esetleg, ha elvinnék az én aranyos bézsbe öltözött barátom, nem tudom, miben vagy már. Mióta akarod megszerezni ezt? Mióta nagyon megláttad? Rég. Nagyon rég. Ez egy nagyon rég. És nem rossz zakó, ez egy jó testen csodálatos. Na most, hogyha azt hinnék, hogy az Imre valóban csak erről... Várjál, én nézem itt a monitoron neked egy kicsit, tehát ezt muszáj lehúzni, ezt nem mondta a felség. De ráül. De akármit mondtok, ezért ez egy ez a demokrácia, nem? Tinnyinek ez így tetszik, ők nem szeretik, hogyha valaki ott a fürdőruhában áll télvíz idején, és ennek így hangot adnak. Na, az összes olyan ember, aki ezt nem szereti, menjen Tinnyére lakni. L. Judit levele önmagában nem vicces, de a hatóság reakciója legalábbis érdekes. Nézzünk, ez év áprilisában feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki őt telefonon kétszer is életveszélyesen megfenyegette. Ügye a bíróságra került, ahonnan október 16-án a következő levelet kapta a bírónőtől. A Pesti Központi Kerületi Bíróság a 2001. október 8-án ismeretlen tettessel szemben veszélyes fenyegetés tárgyában tett feljelentés alapján indult szabálysértési eljárásban. Felhívja L. Judit feljelentőt, hogy a szabálysértésekről szóló ilyen és ilyen törvény, ilyen és ilyen bekezdése A pontja alapján közölje az ismeretlen tettes nevét és idézhető lakcímét 15 napon belül, mivel ezek hiányában a bíróság az eljárást lefolytatni nem tudja. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Dávölgyi János! Hernádi Judit! Kern András! Havas Henrik! Farkasházi Tivadar! A miniszterelnök nem látja politikailag megosztottnak az országot, noha nem mindenben csendülnek egybe a vélemények, különösen nem a múltat érintő kérdésekben. Megerősítette, hogy a választások után nem kíván koalícióban kormányozni sem az ex-kommunistákkal, sem a radikális jobboldallal. És mi van, hogyha a Tordján megint nem ér rá? Ő nem látja megosztottnak az országot, viszont az egyik nap 8-szor láttam egy órán belül a híradóba, előbb egy trilaterális értekezlete. Nem. De szerintem miattad ment oda? Miattad? Még tudnád, hogy a földel is ott volt. Előbb láttam a trilaterális, szóval ott. Volt egy konferencia, mindenki. Idézőjel bezárva. Utána a Beten István síremlékénél, utána találkozott második Simeon Bolgárcárral, és utána 2 perccel rá a felesége adott a gyermekeknek valami élelmet, és utána 5 perc az egészet megismételte az M2, úgyhogy 8-szor láttam 30 perc alatt. De ha ott maradtál volna az M1-en, akkor nem kellett volna még egyszer megnézni. De először is... Egyszerűen azt nem értem, hogy te, aki tényleg ennyire tájékozott vagy, abban az időszakban, amikor ezek a műsorok mennek, miért nem nézed a Cartoon Network? Tutti, Tom és Jerry, tutti! Most véletlenül nyilatkozott az 5-0-ás meccs szünetében a te pályádon. Nagyon szépet egyébként gratulálok. Erik intézte el különben csak. Jó, hát ott lesz egy Újpest fölad, és utána... Hívtak egyébként a Vippáholyba. Igen, csak igen. A Macedonba, nem a Magyarországon. Nagy Sándor mellé.
Most tényleg, hogy Hava stadionnak fogják ezt? Én elfelejtettem. Kiről beszélünk? Schwarzenegger, Havas. És nem mentél? Vagy? Nem mentem. Miért? El tudtál volna, vagy nem tudtál volna? 4-5 könyvet kellett leadnod. Egy nap alatt. Igen, egyik hát kezével írja ezzel már, leadja. Itt a dohány. Nem, persze. Az 5-1-es német-magyar meccsen is kín volt, de ott valahogy a szünetben nem nyilatkozott. Milyen Orbán. Milyen 5-5-ös? 5-0-ra nyertünk. De nem, a német. Ne, nagymama! Német-magyar volt. Látod, nekem most hatott. Akkor nem nyilatkozott érdekes módon valahogy. Most az 5-0-nál a szünetben nyilatkozott, és szó volt, hogy a pálya rekonstrukció, és azt mondtak néznek, hogy majd április-májusban folytatjuk, de valami olyasmit mondottak néznek, hogy maga nem biztos, hogy itt lesz. Én meg arra gondoltam, hogy ez esetleg fordítva is elképzelhető. Teddy, bocsánat, Orbán Viktor nyilatkozatainak megértéséhez egy isteni jó könyv jelent meg, mostanában adnám neked. Dakota bölcsességek, ez a cím. Az erősen halláskárosult Matt Hughes és arája Louise az esküvő után új lakásukba vonultak vissza, ahol beszélgetni kezdtek. Mivel Matt süket, kiabálva beszél, és Louise hasonló hangerővel próbálja szerelmével megértetni magát. A szomszédok azonban erről mit sem tudtak, rendőrt hívtak, mondván a fiatal pár gyilkolja egymást. Itt van a hangfelvétele ennek a beszélgetésnek. Az elkészült, a bajor adja Louise. Ővész úr, nyugodtan tedd oda. Nem van nagy dolog, az oda kell tenni. Nő vagyok? Te vagy a nő? Nő. Matt, szeretlek. Tudom, Matt a kereved, de majd kicseréljük. Kiheréljük? Kicseréljük. Franciák csinálták, szar. Ahogy a franciák csinálják, szar. Dehogy, gyere. Here? Gyere, olvasd a számról. Franciázz. Franciák, azt mondom, szar, de kicseréljük. Kicsit te süket vagy? Igen, miért te nem? Akkor kicseréljük, az meg. Értem. Így ebben a lakásban elég nehéz lesz a nász éjszaka. Melyik tojásban? Lakásban. Bár évszakra. Nász éjszaka. Ez a lakás egy okádék. Nem jönnek el anyádék? Na, megnézem a fürdőszobát. Hogy mennyi a kürtős kalács? 5,40. Framban. Szerintem is jobb lesz a halban. Nem veszed le a harisnyádat? Mit? Hát miért hívjuk ide anyádat? A harisnyádat! Te anyádat! Süket, így hogy fogunk így egymáséi lenni? Nem tud, ilyen komány nem szokta menni. Jó, értem, ki fogom a nyakadat tekerni? Te gyilkos, a szomszédok azt hiszik, meg akarsz ölni. Pedig csak ezt a hírt akartam egy kicsit körülőni. Indiai koldusok kompenzációt kérnek a kormánytól az egyre gyengülő üzletmenet miatt. A nincstelenek ti... Annyira vártam ezt az alkalmat, amikor tüsszentenem kell egy hír közben. Egy papírzsepit egyet. Ne, vágjatok be, tényleg végre egy kellemes arc, és ő addig tüsszent egyet. Nyugodtan. Köszönöm szépen. Híreket mondom. Jaj, de boldogok. Nem ezt a izét kell nyíni. A nincstelenek 10... folytatjuk. Crespik, Crespik már vihetett. Játszulják. A nincstelenek 10 hektárnyi földterületet és 700 fontnyi kölcsönt követelnek, mivel állítólag az emberek nem adakoznak eleget. Ne, tényleg csak a hír kapcsán jutott eszembe, hogy annyian jönnek oda az autóhoz pirosnál és kérnek pénzt, hogy valamilyen módon el kell dönteni, hogy melyik. Szóval, hogy kinek ad az ember? Én például csak alkoholistáknak adok. Te drága édes ember! Na most... De most valami hihetetlen. Olyan vonzó, de nem akarsz gyereket? Hozzá kell tennem, hogy múlt hétben megint pókereztünk. Eszer találd meg. Megint pókereztünk. Tehát így hívnak egyet.
tehát Bajor kicsi húszára a pokereszt. De nem akarod így lehúzni itt az apu? Most, de már lecsúsztam róla. És nem azért vesztettem ám 15 ezeret, mert hogy rosszul játszottam volna, támogatni akartalak. Na, komolyra fordítva a szót, tényleg csak alkoholistáknak adok pénzt, az is egy jó csoport, elegen vannak. Múltkor egy fiatalember nagyon erőszakosan bekopogott, és azt mondta, hogy... voltam maszkírozva rendesen, az biztos. Művész úr nem az pénz, hanem ne haragudjon. De miért mondta a művész, egy újságíró, nem szokták azt mondani, hogy művész úr. De mióta ebben a társaságban fordulok, ja, az azóta, igen. És azt nekünk mondja, is vannak hogy... Azt mondja, hogy... Nekünk most... meg megjelent egy lemezünk a jut, azt én mondtam. Kernádi. Nem jó. És megkérdez... Ez egy ilyen lemez lesz? Egy az egyben megkérdezte, hogy miért nem adok neki pénzt. Mondom, ne arra, hogy nyomod, hogy el kell dönteni, hogy kinek ad az ember, minden lámpánál nem adhatok, én csak alkoholistáknak adok. Aztán jó rendben van, félreteszem piára. De India... Csak gondolkodtam, hogy India 10 millió négyzetkilométer és 10 hektárt kérnek. Most nem akarom elvenni az indiai koldusok kedvét, de itt a Tolgyán kivételével mindenki tudja, hogy ha van 10 hektár, akkor nyugodtan koldus maradhat. Tudjátok, hogy hívják a messziről jött hajléktalan? Na. Távcsöves. Te nem voltál ezen a héten együtt egy estét a Jáksóval? Nem? Mondjad, Jamaika. Gazdasági okokra hivatkozva szüntetné meg Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke, az immár 12 éve fogható Kalipszó rádiót. Az adó 4 éve elsőként vált kereskedelmi adóból közszolgálati státuszt élvező rádióvá úgy, hogy addigi műsorpolitikájának későbbiekben sem változtatott. Kaptam egy levelet. Kitől? Csak hoppá. Nagyon érdekes, hogy kitől. Ez a legérdekesebb, hogy kitől. Kondor Katalin, nem, nem. Is megmondom. Magyar Rádió részvénytársaság elnökétől. Így jó? Nem, majd meglátod, hogy ki írta nekem. Ja, jó. Farkasházi Tibor, a rádiókabaré. Tájékoztatom, hogy a Magyar Rádió RT az ön hócipő újságnál betöltött főszerkesztői tisztét, valamint az RTL Klub televíziós szerepléseit a Magyar Rádió közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat 19. pontjaiba ütköző összeférhetetlenségként értékeli. Felszólítom, hogy a fenti összeférhetetlenségeket jelen levelem készhezvételétől számított 30 napon belül szüntesse meg, amennyiben felhívásomnak határidő belül nem tesz eleget, úgy magatartását munkaviszonyából származó lényeges kötelezettsége vétkes megszegésének tekintem, és ezt szerint fogok eljárni. Magyar Rádió részvénytársaság elnök Kondor Katalin. Na? A következőt mondd meg nekem, hogy ki értékeli, hogy én összeférhetetlen vagyok. A szabályzat. Nem. Itt van, hogy a Magyar Rádió RT értékeli. Az mi, vagy ki, vagy? Az egy, reggel 8-kor bemegy a Magyar Rádió. Bemegy a Magyar Rádió, ő maga a Magyar Rádió. A portás is panaszkodott rád, ez tényként. Magyar Rádió, ki vagy rúgva? Vagy, hát nem. Vagy ezt hagyod, azt mondja, hogy egy összeférhetetlenség, és ezért most az van odaírva a nevem mellé, hogy né. Hogy nem, ezért lett a Mimi. Ez egy véletlen egybes, és elfáradtam, állandóan velem van a Mimi. Egyébként csütörtökön már mondtam, hogy más főszerkesztő lesz a hócipőnek, és ezt pénteken kaptam. És itt ki lesz helyetted? Tessék? Mimi beül ide is, vagy hogy? Hát én kérném a kedves nézőket, hogy adjanak nekem tanácsot. Tehát van 30 napom, utána el kell döntenem, hogy rádiókabaré vagy heti hetes, vagy mind a kettő, és akkor vállalom a következményeket. Nagyon örülnék, nem, hogyha nem ezt... Nem, kell, az RTL klubban nincs probléma. Felolvasom még egyszer. Majd a elmagyarázom. Értelmezzük. Értelmezzük. Jogilag. A telesport. Nem, nyelvtanilag. Igen. Tájékoztatom, hogy a Magyar Rádió RT az ön hócipő újságnál betöltött főszerkesztői tisztét, eddig rendben van, úgy, ahogy, valamint az RTL klub televíziós szerepléseit, az RTL klub televíziós szerepléseit, tehát az RTL klub, te ne izgass magad, az RTL klub szerepléseivel van baj, mert azt mondaná, hogy az ön RTL klub beli, de nincs beli, tehát magyarán neked semmi bajod. Akkor az RTL-t fogják kirúgni? RTL-t úgy kirúgják. Nem kell egyébként egyet. Én meg ilyen drámaian akartam megfogalmazni, hogy a Kondor Légió támadja állásainkat, csapataink harcban állnak. Kimegyünk, iszünk két kondor keserűt. De én tényleg kérném a kedves nézőket, hogy írják meg, hogy mit csináljak. Tehát, ott Teddy, ez egy olyan dolog. Várjál, hagyd mondjam ezzel. Tehát, hogy rádiókabaré, vagy ez, vagy mind a kettő, és akkor lapát. De hogy van tényleg, mi a szabály? Mi a szabály? Az... Semmi.
Hogy mit mond a törvény? Elmondom például. Van egy olyan szabály, hogy a rádió mostani alelnöke, igen, aki az aktuális szerkesztőség vezetője volt, az hónapokon keresztül ült a TV4-es ebbe a újságírói magyarázatba, az ATV-be. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy a Bolgár. Ezért akarják most a Bolgárt kirúgni. Az az alelnök, aki ugyanott ült. Tehát ez az alelnök lényegében feltalálta a szelektív összeférhetetlenséget, hát ami lehet, hogy fizikai Nobel-díjat kap. Nem, annyit azért mesélje, hogy és hogy fogsz dönteni? Az én ügyembe? Igen. Na várjál, mert Überön, emlékszel, hogy viccelődni kezdtél a műsor elején velem? Igen, igen, igen. És a múlt héten elmeséltem, hogy az anyám, megvan egyébként az anyám, tehát múlt hét óta előkerült az anyám. Végül is azért záhonyból gyalog, elég súlyos volt. Meg tudod, hogy a kocsimat elvontatták. Na mindent most tudunk róla, Teddy. Kigyulladt a számítógép. Én azt nem tudtam, hogy miért nincs órád 3 éve. Az is leégett? Azt mondtad, az előbb 3 éve nincs órán. El volt törve a kezem. Nem fér bele a kaku. El volt törve. El volt törve a kezem, és akkor nem hordhattam. És amikor levették a gipszet, akkor rájöttem, hogy nem hordok órát, mert nekem ne teljék az idő, mert én már nagyon öreg vagyok. Mit idegeskedjek folyton, hogy 56 éves leszek. De most überölni tudom, emlékszel, hogy elvontották a kocsimat. Most szeretném visszaidézni azt a kellemes állapotot, mert kedden ellopták a kocsimat. Tényleg? Nem mondod. Ezt az új szép ezüst Fiat Puntót. És mi, most mivel jártok? Lanovkával? Vagy hogy jöttél ide? Tessék? Hogy Lanovkával jöttél ide? Igen. Zötyögős. És ha megengednék, akkor bemondanám a rendszámát, hát ha látta valaki. Erre a Gepárd csoport két meg, akik rajta vannak az ügyön. Abszolút. Azt én is akartam mondani, hogy nekünk meg megjelent egy lemez. Akkor elmondom a rendszámát, mert nagyon érdekes rendszáma van. Ilyen neveket mondok, hogy könnyebben megjegyezni. Jó? Tehát hogy? Havas, Jáksó, Verebes. Helyelve. Helyelve. 737. Mondtad volna, hogy Hernádi Jucci, de mindegy. Akkor Hernádi, Jáksó, Verebes. Jó. 737. Na, így már nem lehet megjegyezni. Javított már. H-J-K. Végül. Szóval nem tudjuk, mi a rendszám, de keressék. És érdemes visszahozni, mert van egy különös ismertetőjel, amit nem árulok el, de azzal nagyon hamar lebukik, kedves ismeretlen. Ja, nagyon megijesztett. Tessék? Nagyon megijesztett. És kaptam egy telefont, hogy... Örökbe? Nem, kölcsön kaptam az egyik társaságtól, hogy 2 hétig lehet engem hívni ezen, ha valaki tud valamit a kocsimról. 0629 5444444 6-os. Fölhívsz engem, hogy működik-e? Én földelni is telefonom. Vajon hívjál föl? Szívesen. Meg tudod jegyezni? Hát így ne, hát én nem tudtam, hogy nekem kell telefonálni. H-J-V. Az sem bele, hogy H-J-V. Meg vagy őrülve. Na várjál. Havas? Amíg alul megtalálom a PIN kódomat. Várjál már. 20-as. Várjál, angyalom, hát most még bejövök. Beélesítesz? Most keres, várjál. Téged. 20-as, igen. 9-es. 9-es. 5x4. Hú, az 20, az 2 szám. Várjál. Rád fogja kenni a lopást, ugye? Várjál, telefonom van. És egy 6. Hívnak téged? Nyugodtan beszélj. Ne, várjál, 5x4. És egy 6-os a vége. 2, 3, 4, 5, és egy 6-os? Igen. Igen. És egy hívjalak föl? Igen. Boldogan. Tök az adó. Kicsim, nem tudok ma hazamenni. Ja. Jaj, de szép, hogy ez így sikerült. Halló? Halló? Szevasz, ki vagy? Jó napot. Mondd, hogy te vagy az autótolvaj. Én? Azt mondja? Mond, én vagy. Vagyok az autótolvaj, jó napot kívánok. Vissza lehet vásárolni. Jó napot, mennyi? Én 27 éves múltam. Ja, nem. Az autó mennyi? Mi van a kocsiba, mondja el. A kocsiba? Találtunk önnek 60 könyvét. Senkinek nem tudtuk eladni. Azon kívül van 40 ezer hócipőben, na, de a kocsi az nem rossz. Mennyit kér? Én mennyit kérek? Én kérek, mennyit szoktak ilyen? Én megmondom, hogy mennyit kap. Mennyit kapok? 2 évet. Köszönöm szépen. Egyébként ráhibáztál, mert 25 könyv van benne ebből az Alibiból, ez a címe, Alibi 6 hónapra.
Nem én, ő mondta. Enyémet is úgy lopták el. És a gepárd jó? Isteni. A gepárd eladta az összes könyvemet, ami benne volt. Életemben lemadtam el ennyi könyvet. Nagyon jó. Lehet, hogy mi is eladunk de majd a Jutkával. Ilyen lemezünk jelen. Hát vagy diszka minden. De kedves András, ez a szám rajta. Rajta, igen. Ezt énekeljük. Reklám előtt mondjak valamit, ami rövid és velős. Nem, mondjam. Ezt mutasd föl. Fél lábszárcson. Reklám. A fekete leves. Politika botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, egy kasztár, egyek, ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönöm szépen. 72 órán át mintegy 1000 tűzoltó tüntetett a parlament előtt. Ezzel kapcsolatos, hogy 4 perccel a megbeszélt időpont előtt mondta le a belügyminiszter a főpolgármesterrel való találkozóját. Dembski ezt udvariatlanságnak tartja, Pintér azzal indokolta, hogy a fővárosnak nem felelt meg az a szerződés, amelyet több helyhatóság elfogadott. Dembski Gyevi bíróként maga akart határozni. Ő különben sem tárgyalni, hanem aláírni akart, Dembski viszont a munkaidő után 1 perccel újabb 2 megállapodás tervezetet küldött. Szerinte egyébként a tűzoltók sztrájkjának politikai háttere volt. Nem játszanátok el, hogy ugye Pinte elég erős szavakat használt meg a belügyminiszter a tűzoltók ellen, 72 órát voltak innen a téren, 1000 tűzoltó, és tegyük föl, hogy kigyulladt a belügyminisztérium, és a Pintér Sándor telefonál egy tűzoltónak, aki most jött a tüntetésről. Igen, mert neked bajszod van. Hadd legyen ő a, inkább ő a Pintér, jó? Nem, én vagyok a Pintér. Hát neked bajszod van. Én vagyok a tűzoltó, mert én szép vagyok. Te tényleg te vagy? Én vagyok a tűzoltó. Én vagyok ki? Szabad a nevet még egyszer? Pintér Sándor, belügyminiszter, és ég mögötted már a függöny. Ja. Ja, én mögötte. Hát úgy simán. Elnézést, ég a függöny. Ég a függöny mögöttem. Haló? Milyen haló? Tűzoltóság. A lángok mardossága. Mardosság. Haló, tűzoltóság. Na, azért... Fáradt vagyok, most jövök a koporsó mellett. Ki beszél? Jó napot, ki Pintér Sándor? Haló, kicsoda? Életveszély van. Milyen sánya? Nem sánya, Pintér... Soha nem hallottuk Pintér... a nevet, tessék mondani. Betűzöm. Jó. P, mint... Ez kitűzheti nyugodtan. Haló, Pinocchio, én valami? Pinocchio! Igen. Az nem jó, az fából van az ég. Várjál! Van még tűz? Én, mint Imre. Haló! Haló! Nagyon nehezen beszélek már, mert... Az nem baj. Kinyaldos. Ég el, haló! Tele vagyunk telefonbetyárokkal. Ég a ház. Nem betyár, Pintér Sándor vagyok. És jó napot betyá. Kívánok! Haló! Érdeklődött az MDK húzni. Csapi! Haló! Hogy megérkezettem már. Haló, itt a tűzoltóság. Ki beszél? Haló, a izék. Nyomorodj ki a voda. Na fejezz, nagyon ég a ház? Nagyon. Kimegyünk háztűznézőbe. Jó? Egy kaliforniai házaspár minden szeretkezését videóra vette. Egyik este az asszonyka, amikor férje éppen vidéken volt, elővette a kazettát és nosztalgiázni kezdett. Egy évekkel korábbi szeretkezésüket nézte vissza, amikor észrevette, hogy a férje fenekén egy semmivel össze nem tévesztető harapás látható, annak ellenére, hogy ő soha nem tett ilyet. A bíróság bizonyítékként elfogadta a felvételt és kimondta a válást. Gondolkodtam rajta, hogy mi volna, ha elhoznám kazettán az eddig életemet, de hát... Na most éppen nem volt ez szabad kamion Pesten, úgyhogy... Hamas összes! Hát igen! Bestok harapás! És utána... Bocsáss meg a feleséged egy ilyen úthengerrel a Hősök terén, így rámegy. Képzeld el a kicsi buszának az irinyó-pirinyó kis kazettáját. De ne haragudjál, mini diszkről nem hallottál még?
azt nem hallottad még, hogy kis ember nagy kazettával jár? De ő nem tudja, mert az ővé azok még nagyon régi. Szóval az régebben... 8 milliméteres. 8 milliméteres. 35-öt. Ekkora tekercseken. Ja, még ilyen, nem ilyen? Két bácsi beszélget, egyik azt mondja, hogy tegnap megdughattam volna Claudia Schiffert. Miért itt volt? Nem, felállt. Kubában egy szivargyári munkáslány azzal adta be felmondását, hogy egyik erogén zónája jobb kezének új percein van, ezért képtelen izgalommentesen végezni munkáját. Megvan a felmondó levele. Jaj. Jimenez igazgató úrnak, szivargyár helyben. Alulírott Juanita Gomez, született 1971-ben, a 3x3-as sodró osztály, Havanna, Diego Maradona utca 14. Felmondásomat nyújtom be a következő indoklással. Önök engem 2 éve azzal a feltétellel vettek föl, hogy kielégítem mind a munkajogi követelményeket, mind Jimenez igazgató úr külön kívánságait, ezzel is a békét védem. Mindazonáltal kiderült, hogy erogén zónáim nagy része sajnos jobb kezem új perceim van, ezért mind Jimenez úr kielégítése, mind az állandó sodrás a 3x3-as üzemben, napi 1200 szivar, körülbelül 50-50%-ban, tehát Jimenez úrnál heti 2-szer, a szivaroknál napi 600 alkalommal orgazmus közelbe sodort engem. Sőt, a szivaroknál kifejezett kielégülést okozott naponta 95-140 esetben. Jimenez úrnál ritkábban. Így módon vőlegényemmel, Antonio Monte Carzoval esténként állandó fáradtságra hivatkozva már csak elaludni tudtam, ezért kérem a szivargyárból való felmentésemet és a közeli ágyúcső gyárba való áthelyezést. Nagyobb buli, nagyobb eséllyel ígérem. Juanita Gomez kézilány. Eredeti. Az ATV múlt pénteki sajtóklubjának 4 konzervatív résztvevője, rohadt gyilkos... Állj! Bocs, csak el szeretném mondani, meg köbben sejtem, hogy mit tudsz felolvasni, hogy azt a műsort 40 ezer nézik, ezt köbben 2 millióan, tehát 50 az egyhez, tehát ha ezt most felolvasod, akkor 50-szer annyi emberhez jutnak el ezek az urak, akik ezeket nem véletlenül mondják. Pallag László, aki ellen már Pintér Sándor és Szabó Iván is pert nyert, és akinek emiatt 2,5 millió forint nem vagyoni kártérítést kell fizetnie, ezúttal Lezsák Sándor ellen vesztett pert. Ezt itt lehúzod neked, mert... Lehúzod rá, rajta ülök! De mindig fölmegy oda a nyakad. Az lesz a vége, hogy azt mondod, hogy adjam neked. Nem adom neked, mert méreg drága, hogy 2 bajor kijön belőle lóval együtt. Lóval együtt! Ez jó! Később muszáj. Lóval együtt. Lóval együtt. Jó. Ebben van szellem. Tudjátok, hol lakik a bajor? Most vasárnap megint ott voltam, csak hát mi menjek be hozzátok. A startnál lakik Alagon, a Galopp pálya startjánál, és nem megy ki a lóversenyre. Jézus, hogy mennék? A házából indulnak a lovak. Én voltam annál lovat, még nem láttam már. De miért nem mész ki? Mi? Nem kelek még föl az. Akkor, Teddy, az Isten áldjon meg. Hát én dolgozom, nem úgy, mint én. Futni kimegy, de addig. Pallag László, aki ellen már Pintér Sándor és Szabó Iván is pert nyert, és akinek emiatt 2,5 millió forint nem vagyoni kártérítést kell fizetnie, ezúttal Lezsák Sándor ellen vesztett pert. Bár most csak 600 000 forintot ítélt meg a felperesnek a bíróság, Pallagnak saját költségén egy sajtótájékoztatót is kell tartania, amelyen helyre igazítja a szavait. Nem értem, milyen lehet a nem vagyoni kártérítés? Tanár úr, tessék, akkor elmondani. A nem vagyoni kártérítést azt hiszem 1979-ben vezették be a magyar jogalkotásban. De ha nem, az a lényeg, máskor, hát az a lényeg, az a lényeg, hogy mondjuk, ha én elveszem a szemüvegedet, rálépek, eltöröm, kárt okozok, az akkor kártérítés. Tehát azt mondom, ki kell fizetni a szemüveg árát. Ha mondjuk pornográf képet közlök rólad... Akkor nekem jó. Ez biztos. Egy újságban, és emiatt mondjuk elveszítesz egy szerződést egy filmben, amiben Csipke Rózsikát játszottad volna, de azt mondták... Juci! Na ne vincselj ma! Akkor ebben az esetben... Ebben az esetben, ha elvesztetted a filmszerepet, mert én megjelentettem az újságomban rólad ezt az obszcén képet,
akkor kártérítést fizetek azért, amennyit a szerződés miatt elveszi, vagy a szerződés felmondása elvesztettél. Viszont az az erkölcsi kár, az az erkölcsi kár, hogy megláttuk a 50-valány évesen a testedet. Nem vagy 50-valány éves. Ez nyilván... Ez nem normális. Most van, de nagyon jó rész. Nyilván... Ez nyilván... Per semmi nem volt ehhez képest, ami kettőtök között. Ez nyilván olyan lelki megrázkodhatás. Ajj, kérem, nem csöngettek még? Ez, hogy 50-valány, ne dumáljál, hát csináltam akkor veled egy nevezte, be. Hallgass. Na, erre akartam kiukadni. Ilyenkor például... Az erkölcsi fájdalom plusz az imázs rombolás miatt nem forintosíthatok kárért, és ilyenkor engem például... Bajor úr, nem vihetne haza engem? Nem kísérhetne haza? Én tőleg nem akarok nem vagyoni kártérítést, én tőleg inkább vagyonit akarok. Azt kérdezted, hogy milyen nem valódi kárért kell fizetni, mint a szemüveg vagy a szerzés, hanem a lelki gyötrelemért, a lelki gyötrelemért. De mivel tartozol neki most? Hogy elégítem? Engem most például beperelhet. Az adás után. Neki a valódi kárért nem kell fizetni. Ez a lény. Én ezért vagyok, hogy egyszer akarok megérteni valamit, akkor sem hagyják, mindegy. Nem, most már érted? Nekünk ugyanis megjelent egy lemezünk, nem akartuk eddig mondani. De mit csináltok ezen a lemezen? Ezen énekelünk. Tehát dalokat? Dalokat énekelünk, igen. Csak hogy ne beszéljünk róla, kik a szerzők? A szerzők? A te mondd a szerzőt. Presser Gábor, Heilig Gábor. Brody. Brody János. Tehát ez egy ilyen kezdők összeálltak. Igen. Gallai. Orbán Viktor a Napkeltében elmondta, hogy egyes nyugati elemzők adóparadicsomnak tartják hazánkat, és adóemelésre ösztönzik a kormányt, mivel a nyugat-európai átlagosan 42,5%-os adóterhek Magyarországon 5%-kal alacsonyabbak. De az életszínvonal mennyivel magasabb, az kimaradt ebből a... És azt is hozzátette volna, hogy azért is adóparadicsom vagyunk, mert ha néhány cégünknek adótartozása van, akkor fogunk egy törököt, azt annyi. Hogy képzelitek el? Annyit gondolkodtam, hogy hogy nézhetett ki ez a Kaja Ibrahim. Tehát ugye a jumbozsákot tudom, ilyen hangyál van a fogai között, de... Nagyon hasonlított a Josziftothoz, szerintem. De milyen lehetett ez? Olyan őszi oldalról választotta el a haját, olyan kis szemüvegem. Szép aláír, különböző cégeket vesz, nézd meg. Bárki bőrébe belebújik, az én Jánosom. Hány céget vettél? De olyan sok volt, nem emlékszem így momentán. Mi volt a Kaja, Ibrahim? Dr. Tamási Lászlóné, vagy ahogy a mindenki hívja, Margit néni, készen áll arra, hogy börtönbe vonuljon. De is érdemli. Csak hallgassák meg, hogy milyen... Fölháborító, amit csinált. A máltai szeretetszolgálat missziósát egy rabnak továbbított 10 csomag cigaretta miatt büntették meg 26 000 forintra, vámbüntet és jövedéki törvény megsértése ne miatt. Kell csukni az ilyet. A missziós asszony csak továbbította a csomagot, a cigarettát a rab szülei hozták át a határon. A 72 éves asszony fellebbezett a határozat ellen, de elutasították azt. Hát remélem is, mert megérdemlő, hogy bűnhődjön. Olvasd föl mindjárt a következő hírt is. Olvasd mellé. A Buda környéki bíróság hanyagkezelés vétsége miatt 300 000 forint pénzbüntetése ítélte Várhegyi Attila kulturális államtitkárt, aki a nem jogerős bírói ítélet után lemondott államtitkári posztjáról, mivel, mint mondta, legyen bármilyen apró is az elmarasztalás, nem akarom, hogy ez a kormányt is terhelje. A Pest megyei főügyészség indítványozza, hogy Várhegyit vesztegetés büntettében is bűnösnek nyilvánítsák. Orbán Viktor kijelentette, hogy ha a másodfokon minden vádpont alól felmentik a volt államtitkárt, akkor visszatérhet posztjára. Bizonyos értesülések szerint Várhegyi Attila posztjára Kövér László neve is felmerült. Margit néni, így kell viselkedni. Azt írja az újságcikk, hogy 190 milliós kárt okozott a Várhegyi Attila. Igen. Tette, és akkor nekem egy matematikus barátom leírta, hogy nem ez az előző hír... Nem te voltál.
Előző hír, meg ez a hír egy úgynevezett aránypárt mutat, hogy emlékeztek rá, mi az aránypár? Igen, én tudom, hogy mi az aránypár. Ahogy a Várhegyi Attila 190 milliós kár okozása aránylik a büntetéshez, 300 ezer forinthoz, úgy aránylik Margit néni büntetése, a 10 darab cigaretta, 1800 forint, a 26 ezres büntetéshez. Vagyis 190 millió aránylik a 300 ezerhez, ez egyenlő 1800 aránylik a 26 ezerhez. Igen. Ez fordítottan se igaz. Aránypár ez. De ha mondják, aránypár. Igen, de abban nincs igazad, hogy ha a Margit néni végresítre kerül, akkor gyakorlatilag fény derül erre az egész Lech Csaba dologra is. Ha Margit néni aránylik Várhegyi Attilához, akkor hány éves Kövér László? Akkor... Tehát ez az X, mert nincs X. Igen, az nekem is hiányzott, az X. Most megy, nem ide tartozik, csak eszembe jutott, hogy megy most a vita, hogy van egy ilyen reklám, hogy jó kezekben van az ország, és az ellenzék azt mondja, hogy ez közpénzekből lényegében bújtatott kormánypropaganda, és nem hát közszolgálati reklám. Én ehhez nem akarok hozzászólni, csak arra kérem a plakátragasztókat, hogy nagyon vigyázzanak, mert hogyha véletlenül az enyvet nem a hátuljára, hanem az elejére kenik a plakátnak, akkor félreérthető, hogy jó kezekben van az ország. Én nem ide mondom, csak ott készültem. Miben hasonlít egymásra az ablakpucolás és a politika? Mindkettőnél hamar rájövünk, hogy a mocsok a másik oldalon van. Nekem erről mindig van. A múlt héten a Dunaharaszti lottózóból két csuklyás fegyveres elvitte az aznapi bevételt. Én mondtam a Gálvölgyinek, hogy ne vegyen csuklyát, de ez meg csak vett. Hogy ismertek föl, hogy a kereselmi hangján szólalt? Mit mondtál? Mutasd meg, mit mondtál? Jó napot kívánok, hogy vagyunk pontosan? Igen, a nyugdíjas betörő azt mondja, pénzt vagy éveket? És azért vettél pisztolyt, hogy teli találatod legyen, nem? Ördögöt űzetett futballpályájáról az oxfordi püspökkel egy harmadosztályú brit labdarúgó csapat, mert évek óta kiesés ellen harcol, és a tabella végén kullog. Magyarországon nincs annyi pap. Bár minimum a pápát kéne megkérni egy ilyen gesztusban. Henik, hiszed, nem hiszed? Engem bánna, hogyha úgy játszanának, mint az ördögök. Visszahívod a tornyát a Fradihoz, hogy nem. Kiűzze az ördögöt. Mondd meg, hogy mi ebben a rossz, most dicsekedni fogok, hogy én még soha nem voltam kieső csapatban. De miért, te igazolt játékos vagy? Hát én évtizedek óta focizok, de én még soha nem voltam kieső zónában. Hát volt az a híres csatársor, a Karába, Varga, Farkasházi, Albert, Rákosi, Fenyő. Na, mi ebbe a rossz, hogy én még soha nem voltam hát kieső csapatban? Hát ebben az a rossz, hogy nem lehet hajlandó focizni. Hát ez olyan, mint hogyha... Hát arisztokraták, ez olyan, mint a Bajorral járnánk könyvtárba, szóval... Na, Luci, logikai alapon. Ne haragudj, nem tudjuk. Nem, mondd meg, értjük, szabad a gazda. Soha nem voltam olyan osztályban, ami alatt lett volna osztály, nem érted? Drága Sanyikám, én tudom, hol vagyok. Imádom ezt a műsort. Vágó úr, bejön ma, vagy? Sirilla György a 9 fokos Omszki tóban edzett a januári Duna átúszásra. Észrevette, hogy ruháit valaki meglovasítja éppen, Sirilla anyaszült mesztelenül rohant a tolvaj után, és az országút mellett sikerült is elkapnia. Az autósok bejelentése nyomán a rendőrök pillanatok alatt a helyszínen voltak, kezdetben az Ádám kosztümös Sirillát akarták megbilincselni. Azon gondolkodtam, hogy mit láthattak Sirillánál, amiről azt gondolták, hogy nem az övé. Ha csak. De tényleg, te hallottatok már, hogy mit olyan... Az egerszegi Krisztina edzett volna 9 fokos vízbe az Omszki tónál. De nem az, de miért nem volt rajta a kis nadrág legalább? Vagy... Azért, mert az volt a Sirilla könyv címe, hogy hosszú futás oda mindig számít. De hát ez mondjuk el, hogy ez a fia Sirilla. Ez a fia, távfutás volt amúgy, de nem? Jó, mindegy. Ő futott el Moszkváig. Én is olvastam egy érdekes hírt. Zicsiújfaluban két egymás mellett haladó autó nem vette észre a stopptáblát, és a kereszteződéssel szembeni 2 méteres meredek partfalnak ütközött.
Csak minek tettek oda kis topláplát? Bárki meg tud állni. Előbb-utóbb megállnak. Mert lehet, hogy a falra rá volt festve, tudod, most szokás. Rá csak... volt festve tovább az út, és... Van. De ez, ne arra, hogy ez a sír... Bocsáss meg, akarsz még valamit nem, mondani? Nem, az Zicsi Újfalon akar mondani, hogy egyszer átmentünk Zicsi Újfalon, gondolom az Zicsi Jófoké volt, Kaposival, Sinkóval mentünk. Vagy az újfalusiaikék. Igen. Letekettem az ablakot, és megkérdeztem egy gumicsizmás, vihajkabátos, ekkor, mint a Bánzoli bácsi, vödött vívő öreg parasz bácsitól, hogy merre kell menni Tamási felé, és elmondta, hogy hogy kell kikeverni a faluból, és a Kaposi meg a Sinkó Tamásig röhögött, úgyis a parasz bácsi jobban racsolt, mint én. Tehát ez volt, tudod, hogy az apám is gróf, a fiam is gróf, azt én vagyok egyedül béres legény. Tehát... Én meg elképzeltem ezt a tagot, aki nem, hogy talált az Omszki tónál egy rakás ruhát. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem nézett a tóra. Hát miért fürödne valaki ilyenkor a tóba? Ott hagyta, hát gyorsan magához vette, és hogy meg lehetett ijedve, hogy fut utána valaki mesztelen. Van egy rosszabb ilyen. Azt hitte, hogy nyáron fürdött valaki a tóba. Úgy se jön már föl. No. Szerdától szünetelteti az ivóvíz szolgáltatást a Recski Érzbánya nagyon helyes. Nem is kell. Lakótelepen az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek RT, ha a Recski Érzbánya RT nem fizeti ki a 6 millió forintos tartozását. A vízszolgáltatás megszüntetése 65 családot érint, akik bírósághoz fordultak, és az ombudsmantól is segítséget kértek. Az ügy előzménye, hogy az Érzbánya közelében lévő szolgálati lakások ugyan magántulajdonba kerültek, az infrastruktúra azonban a bánya tulajdonában maradt. Még nagyon korán van, úgyhogy írok neked még híreket, mert úgy érzem el, hogy... Harag, Péter, akkor például ilyenkor miért nem szól bele? Ott is van kisgyerek, ez nem kap vizet. Hogy akkor miért nem szól egy kicsit valami családi helyzetben? Azért, mert a Harrag rossz tanácsadó. Azért. Valós. Egy vízügyi írem van, hogy mit mond a vízvetékszerelő a feleségének, amikor kilöki az ablakon? Mit mond? Zuhany, rózsám! Kivágtam a rezet! Azt hiszem, már bőrözni kéne. Érted, Herik? Érted? Dávid Ibolya kijelentette. Csurka Istvánnak az elmúlt időszakban elhangzott kijelentései azt az érzést keltik bennem, hogy egy politikai náthában szenvedő, lázas ember tüsszög, és nagyon bízom... Ez enyém nem politikai nátha. És nagyon bízom abban, hogy erre a betegségre gyógyító hatással lesz a közelgő tavasz. Győri Béla, a miép szóvivője, eképpen reagált. A miép nem kíván foglalkozni Dávid Ibolya kijelentéseivel, mivel az MDF csupán kegyelemből rendelkezik az országgyűlésben frakcióval. Hát, ha helyettesíthettem Verebes Pistát, akkor a szóban forgó úrnak egy kalapkúrát ajánlok. Hát a miépnek még egy minimum létszáma sem volt, akkor úgy kaptak, hát szóval mi az, hogy egyiknek frakciója, a másiknak is csak attól van frakciója, mert éppen, hogy megszavazták neki, hogy egyáltalán lehet neki frakciója, nem, úgyhogy szabagolj, mondja Verébnek. Az két futballista. De hogy mondjak valamit, de már Bagoly mondja Verébnek, az egyik csak ugrál, de a másik az egy ronda nagy ragadó. Az egyik Debrecen, a másik Diózső. Mi? Igen, a Verép kapus volt, a Bagoly meg egy Debrecen focis, de mindegy, ez nem. Hanem a lényeg az, hogy nincs itt a Váncsa, tényleg lefordítom nektek. Azt mondja... Mondjon, tessék! A Bagoly már nem a Debrecenben játszik, a Dunaferben kicsi. Most már igen. 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 Kicsoda? Bagoly. Puhogják kettőt, azt mondjon! Így van. Ahogy a Verebes mondta, elvesztettem a ritmusomat. És akkor de van még a Hólós, meg a Kondor, és akkor öt madarat felsoroltunk. De most már tényleg úgy szeretném, ha elmagyaráznád. De tényleg, ne csináld! Én sugom neked, te vagy a Váncsa. Te vagy a Váncsa. Te vagy a Váncsa, én sugom neked. Azt fordítom le, mit mondott Dávid Ibolya magyarul, mit mondott Győri Béláék. Mit üzenet? Lefordítom, mit mondott Dávid Ibolya? Győri Bélá! Köhög a bolha. Köhög a bolha. De nincs hozzá tüdeje. Nincs hozzá tüdeje? Igen.
Győri Béla most, azt mondja... Várjál, vannak kötőszavakkal, mert nem az sem minden. Akkor azt mondd el, mondd el. Amikor még... Tessék, nagyanyámnál idéken. Ennyi? Ja jó, hát akkor nem. A többit megírom az ésbe, igen? Jó. Győri Béla meg azt mondja Dávid Ibolyának. Győri Béla meg azt mondja Dávid Ibolyának. A bolhából... A bolhából... Nem lesz elefánt. Nem lesz elefánt. Na kérem. Na most. Most ne mondj semmit. Ide. Jó lesz. Ilyet a Váncsa soha. A Váncsa jókat szokott mondani. Te őr. Ennyi? Kér. Na, még van? Kérem. Pillanat. Mi van? A bolha úgy jön az elefánthoz. A bolha úgy jön az elefánthoz. És akkor most improvizálj. Én kérek elnézést a Váncsa Pistától. Azért. Nagyon sok olyan levelet és e-mailt kaptunk, amelyben a kedves nézők reklamálják, hogy mostanság nem lehet bögrét nyerni. Van most feladat, hogy ne lenne, emlékeznek nyilván a műsor... Tessék? Mondom, vízi kulcs is, legalább bögréjük legyen. Sokan remélem mindenki emlékszik arra, hogy a műsor elején említettük a tinjei polgármester fantasztikus ötletét, amellyel... Igen, emlékszünk rá. Ugye? Persze. Ne, piszkál, mert örülök, ha végig tudom. Tudom, hát rendben van, csak segítek, mi is be vagyunk rekedve. Prostitúció visszaszorítása, hogy aki lengén nem az évszaknak megfelelője, szóval az egy jó ötlet volt, igen. Önök is írjanak hasonló ötleteket, és a legjobb ötletet majd bögrével fogjuk jutalmazni. Vagy egy lengével, és akkor... Igen. Igen, és mi a skizofrén kedvenc filmje? Ének az esőben. Erre is kérjük a válaszokat majd jövő héten. Jó. A telefonszámú 061-382-2144, Budapest 1919, Fehérvári 8995, és az e-mail cím hetihetet@rtlklub.hu. Jaj, akartam még egy viccem volt, hogy két nő utazik a buszon, az egyik azt mondja a másik, hogy te azt hiszem terhes vagyok, kitől, vagy ki csinálta, nem tudok megfordulni. Na mondj még egyet, ami bejön, tessék! Ja, mit megadjuk. Mi lesz, a sárkányból, ha elrontja a gyomrát? Tűzhányó. Megérte? Mondj egyet, ami és bejön. A weboldal címe pedig www. Egy viccet mondja, ami bejön, tessék. Nem tudok már többet. Itt adunk reggelig. Egyet, de úgy kutakodj az egy agyat. Egy szöszi épp az eget kémleli, amikor egy madár repül fölé, és plecsent egyet rá. Erre a szőke még jó, hogy nyitva volt a szám, mert különben az arcomba szart volna. És a weboldal pedig www.rtlklub.hu. Találkozunk egy hét múlva. Jó egészséget kívánok a viccozlátásra!